Németországnak melyik feléből érkezett a csapat? Tehát 100 országból, Lipcsés környékéről. Ahogy láttuk már, a csapatot zömmel fiatalokból áll. Ez egy zeneiskola? Igen, ezt úgy hívják, ezt a zeneiskolát, hogy Musikschule Fröhlich. Csak tangóharmonika szak van az iskolában. Also, es gibt Schüler, die... Tehát ez nagyon különböző, ugye nehéz erre a kérdésre válaszolni. Vannak, akik 3-4 éve tanulják a harmonika zenét, vannak köztük kisebbek, tehát ahogy láthatjuk, 10-11 évesek is vannak, de vannak, akik már 17 évesek, és már ugye a nagyok közé tartoznak. Hogy került a csapat Magyarországra, és hogy került Balatonszászóra? Többször jártunk már Magyarországon, és nagyon-nagyon szeretünk ide visszajárni a helyiek vendégszeretete miatt is. Több részen jártunk az országnak, de a Balaton környéke mindig a szívünkhöz még közelebb állt, és ezért is látogattunk el ismét vissza ide a Balaton környékére. Hogy tetszik Balatonszászó, és miért tetszik a Balaton? Ez egy gyönyörű környék, úgyhogy nagyon szívesen jönnek ide, természetesen itt nem csak munkáról szól nekik az egy hét, hanem nyaralásról is. Az időjárás is most ugye ebben nagyon-nagyon mellettünk volt ezen a héten, tehát mindenképpen nagyon szeretnek itt lenni. Miből áll a repertoárja az együttesnek? Rendkívül változatos a repertoár, ugyanis nem csak a megszokott klasszikus harmonika zenét játsszák, hanem rock és pop slágereket, Udo Jürgenstől egészen Abba dallamokig, népies motívumok és örökzöldek is felcsendülnek. Szilvia az együttes vezetője, a zeneiskola vezetője, vagy milyen minőségben van ő itt? Jelenleg ő most az együttesnek a vezetője, de alapvetően ő szintén harmonikát oktat. Azt tudni kell, hogy 3 zeneiskolából érkezett vegyesen ez a csapat, és ő az egyik zenetanár a 3-ból, aki most jelenleg a karmesteri szerepet játsza itt most el. Köszönjük szépen, hogy megtisztelik Balatonszászót, és jöjjenek máskor is, és vigyék Balatonszászó és Magyarország jó hírét Németországba. Vielen Dank, köszönöm szépen.